Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntök mindenkit, a mi kis szekszárdi evangélikus gyülekezetünk tagjait, de minden közösség tagját, kedves testvéreket, az interneten figyelőket, a kedves tévénézőket, érdeklődőket. Az idei év nagyhetének kezdete, virágvasárnap ünnepe ez a mostani. És a mi kis szekszárdi evangélikus templomunk kertjébe helyezkedtünk el, hogy itt tiszteljük az élő Istent ebben a gyönyörű tavaszi kertben, ahol a mögöttem látható almafa már rügyezik, a jó öreg hársfánk úgy megmutatja még az erejét, és kezd kihajtani. A hollandoktól kapott tulipánok is úgy kibudjantak itt a földből a templom bejárata előtt. A teremtő gondviselő Isten sok apró jellel mutatja az ő jelenlétét és az ő gondviselő szeretetét. A mai alkalmunk virágvasárnapján úgynevezett családi, családos istentisztelet. Az evangélikus énekeskönyv énekeit használjuk, de nem csak a szokásos dicséreteket, hanem az ifjúság énekek közül is majd megszólal néhány. Örülünk, hogy együtt lehetünk a szűk körben is, a Tolnatáj TV kedves munkatársa, kántoraink közül most Mit Bogi, aki szolgálatban áll, és kedves feleségem, aki majd az énekben is a felolvasásban segít. Kezdő énekünk az 57-es számú dicséretünk, annak első két versszaka. Áldjad én lelkem a dicsőség örök királyát. Ő néki mennyei karokkal együtt zen hálát. Zúgó harang, éneklés, áldjad őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett. Sasszárnyon hordozott, vezérel, sok bajban védett. Nagy irgalmat naponként tölti rá, áldását mindenütt érzed. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, siess segítségemre. Te benned bíztak atyáink, hozzád kiáltottak és megmenekültek. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, s leborul előtted a népek minden nemzetsége. Mai bevezetőigénk Márk evangéliumának 10. fejezetéből egy mondat. Az emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Imádkozzunk! Kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálával köszönjük, hogy ezekben a különleges, nehéz időkben a te gondviselő, megváltó, megszentelő szereteteddel, figyelmeddel körülölelsz. Köszönjük a tavaszi kertet, virágvasárnap ünnepét, szavadat, az, hogy megállhatunk előtted és dicsérhetünk téged. Itt a helyszín, a templomkertben, de otthonainkban is. Nyisd meg szívünket, elménket a te szavad számára. Terjesz ki áldásodat most lelkeddel mindnyájunkra. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg. Ámen. Testvéreim, Isten kiterjesztette ránk kegyelmét, megkönyörült Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen mindnyájunkat. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ámen. Hallgassuk meg most Istenünk igéjét, melyet lekcióként választottam erre a mai napra, és melyet megírva találunk János evangéliumában, annak 4. fejezetében a következőképpen. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el a Samária egyik városához,
amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyáinknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai is, jószágai is. Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó forrássá válik benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs. Ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt mondjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igaz imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják, azoknak lélekben és imádságban kell imádniuk. Válaszul a mi Istenünk örökkévaló szavára, valljuk meg együtt közös hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Folytassuk istentiszteletünket, ahogy említettem, családi istentisztelet formában. Az 554-es énekünket keressük majd ki, a mélyből hozzád száz szavam, ez a jól ismert spirituálének a címe. És online kántorokat hívunk most segítségül, az interneten elérhetővé vált egy segédanyag, a Közel zenekar, Huszárik Zsolt kedves testvérünk vezetésével. Az énekes könyvünk és az új ének, ifjúsági énekes könyvünk nagyszerű dalait felénekelti, őket hívjuk most segítségül. Aki ismeri ezeket, énekeljük most együtt, tehát az 554-es éneket.
szívből hozzá száll szavam. Krisztus kegyelmez. A bajban lelkem társtalan. Krisztus kegyelmez. Segíts, segíts, ne hagyj, ne hagyj. Nézd rám, tör a bűn már. Te adj, ajkam vétett ellened. Krisztus kegyelmez. A jó hír zengem csak veled. Krisztus kegyelmez. Segíts, segíts, ne hagyj, ne hagyj. Nézd rám, tör a bűn már. Te adj, te adj erőt, erőt. Krisztus kegyelmez. Arcod fényét elfedem. Krisztus kegyelmez. Te újból szólíts, Istenem. Krisztus kegyelmez. Segíts, segíts, ne hagyj, ne hagyj. Nézd rám, tör a bűn már. Te adj, te adj erőt, erőt. Krisztus kegyelmez. Kegyelmez. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyántól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, egyházi rendünk szerinti alapigénket virágvasárnap ünnepén. Az ősi evangéliumi történet felcsendül János evangéliumából, annak 12. fejezetéből, a 12. verstől a következőképpen. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonultak elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jel tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit nem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Ez Istenünk igéje. Ámen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ennek a mai ünnepnek a neve, amely magyarul olyan szépen cseng virágvasárnap, a régi latin elnevezése Palmarum. Utal az ősi történetre, a jelenetre, hogy tudnilik, a fővárosba a szamár csikó hátán bevonuló Jézust a sokaság pálma ágakkal, pálmágakat levágva, az zászlóként használva integettek, és így köszöntötték. Különleges ez a látvány. A hatalmas tömeg, a kortörténészek szerint ez nem egyszerűen több ezres, hanem több tízezres, de lehet, hogy százezres nagyságú tömeg ünnepli a Jeruzsálembe bevonuló Jézust. És akármennyire ünnepi és jól ismert ez a jelenet, mégis azt kell mondani talán, és ez az első gondolat, amit szeretnék kiemelni, hogy valahol ez az egész jelenet a félreértések hangos, hamis ünnepe. A félreértéseké. Ugyanis pálma ágakat lengetve köszöntötték másfél évszázaddal korábban ezen események előtt azt a Júdás Makabeust is, aki forradalmár volt, aki IV. Antiochus Epifanészt és seregét legyőzte, legalábbis sikerre vitte a függetlenséget, visszaszerezte Jeruzsálemet a zsidóság számára. Amikor ő bevonult, Júdás Makabeus Jeruzsálembe, őt is így fogadták, pálma ágakkal integetve. Ez a pálma ág, a győzelem, a király győztes jele ott volt aztán az általa kibocsátott pénzérmén, de ott volt a későbbi uralkodók, hasmóneusok, aztán heródesek pénzérméjén is. A hozsánna szó, ami elhangzik, amelyet kiabál, amelyet visszhangoz a tömeg, ez is földi királyokat megillető köszöntés volt.
Az ószövetségi hagyományban hozsánna, amely szó szerint azt jelenti, hogy segíts meg, tulajdonképpen a királynak szóló kérés, vagy esetleg a királyért szóló közbejáró imádság volt. Egy szóval minden, a pálmaágak, a használt szó, az egész megjelenés arra utal, hogy Jézus mint földi királyt köszöntik. És ez drámai félreértés, mert Jézus nem földi király. Első ránézésre talán azt is mondhatnánk, hogy a tömeg túl sokat vár tőle, amikor földi királynak akarja látni. Amikor azt remélik, hogy mint Júdás Makabeus majd ő is kardot fog, előzi a rómaiakat és igazságot teremt a társadalomban, végre megoldja a kenyérkérdés és minden kínos politikai ütközőpontot. Elsőre talán azt gondolnánk, hogy Jézus alulmúlta ezt a várakozást, amikor egy szamárcsikó hátán vonul be. De a félreértésben nem az a drámai, hogy többet vártak Jézustól, mint ami, hanem épp ellenkezőleg. A drámai ebben a hamis félreértésektől teljes bevonulási ünnepben az, hogy túl keveset vártak Jézustól. Ő ugyanis nem a föld, hanem a föld és az ég, az egész világ királya. Nem egyszerűen király, hanem a királyok királya, a világ mindenség ura. Ő nem egyszerűen földi erőkkel szemben akar győzelemre vezetni csapatot, a hozzá csatlakozókat, benne hívőket, hanem sokkal nagyobb dolgokkal szemben. Nem csak egyszerűen a normális kerékvágásába akarja visszaállítani a népe hétköznapi életét, hanem harcba akar indítani saját magunk és mások bűnével, saját magunk istentelen, szeretetlen gondolataival, ösztöneivel, de legmélyebb félelmeinkkel szemben is, de végső soron a halállal szemben. Nem helyreállított hétköznapi életet, hanem örök életet akar győzelemre vinni. Ő nem kevesebb, mint egy földi király, hanem sokkal több. Drámai a félreértés, amikor őt csak egy királyként akarják fogadni. Azt hiszem, hogy ez a történet először is erre tanít bennünket. Lássuk meg Jézusban azt, akinek ő vallotta magát, a királyok királya. Még akkor is, hogyha alázatosság jelét mutatja, hogy szamárcsikó hátán vonul be, ezzel a békességet akarja mutatni. Akkor is ismerjük fel, hogy ő az uraknak az ura. Olyan érdekes arra gondolni, hogy a mai napig él ez a kísértés. Amikor megjelenik Jézus a felidézett bibliai szavakban, a hagyományainkban, itt a húsvét körüli hagyományainkban is, akkor olyan sokszor mi a magunk képére akarjuk őt formálni. Magunk akarunk magunknak messiás faragni, és ezt próbáljuk ő rávetíteni. De ha itt teszünk, akkor a hamisan ünneplő pálmágakat lengető tömege közül leszünk csak egy. Azt hiszem, arra emlékeztet ez a bevonulási ünnep, és ez a sokféle félreértés, ami övezi ezt, hogy ismerjük fel Jézusban azt, aki ő valójában. Sokféleképpen lehet őt szeretni, sokféle kegyességgel lehet őt imádni, de ő csak egy van. Evangélium is csak négy van, ami az egy szentírásban van leírva, és az igéje is egyértelmű. Lehetünk a magunk módján vallásosak, amíg ő van a hitünk közepén, amíg a szentírásból őt komolyan véve akarjuk követni őt. De minden más esetben csak Júdás Makabeusokat faragunk, és földi királyt látunk benne. Jaj, ne tegyük, ne csatlakozzunk a hamisan ünneplő tömeghez. Kortörténészek megjegyzik, hogy az a néhány nappal a nagypéntekben megjelenő tövis koszorú, majd Jézus passió történetének végén vagy mélyén, az lehet, hogy nem is az általunk ismert tövises bokrokból készült tövis koszorú, hanem lehet, hogy éppen ezen az ünnepen levágott és aztán megszáradt, szúrósá vált, kínzóan szúrósá vált pálmaágakból készítették. A hamisan ünneplő tömeg díszletei az, amely tövis koszorúként ott vannak a félreértett Jézus fején. De kövessük őt hittel, mint ahogy mindig is voltak körülötte igazán ráfigyelők. Mert ha ezt tesszük, akkor az igazi királyt és az, hogy ő uralkodik, azt meglátjuk ebben a jelenetben is. Jézus uralkodik. Akkor is, ha félreértik, akkor is, ha csak szamárcsikó hátán érkezik be, ő uralkodik. Egyszer egy amerikai prédikátor írásos igehirdetését olvasgattam, és ő megjegyzi, hogy virágvasárnap éppen ezen jelenet felidézése után az egyik derék környékbeli farmer megvárta a templom lépcsőjénél, és megjegyezte, hogy
Most ezt a jelenetet figyelve, most először értettem meg, hogy tényleg milyen hatalmas ez a Jézus. És a lelki pásztor az igéhirdető úgy örült, hogy valami nagyon mély teológiai bölcsességet értett meg talán a Derek Farmer, és tulajdonképpen így történt, csak valami egészen furcsa dolgot mondott, illetve furcsaként fogalmazta meg. Azt mondta, hát ahogy elképzelem ezt a jelenetet, tudja, hogy egy szamár csikót őt ebben a nagy, újongó tömegben tudott vezetni ez a Jézus. Most értem csak meg, hogy ő tényleg hatalmas és erős. Sokszor ilyen makas szamárcsikónak tűnik a saját életünk, gondolatunk, a saját hitünk. Olyan jó látni, hogy Jézus tud arra uralkodni ezen. Uralkodik a múlton. Biztos feltűnt a kedves testvéreknek a szövegben, hogy ő azért ül egy igavonó állat egy szamárcsikó hátára, mert egy régi proféciát, az Zakariás proféta szavait tölti be. Jézus számon tartja a múltat. Azt valósítja meg a jelenben. Jézus ura a múltnak. Aztán nagyon érdekes a textusunk vége. A farizeusok megjegyzése, amely egy nagyon dörzsölt, minden hájjal megkent, valóságos mafiózó csapatnak az egyik megjegyzése. Félelmetes politikai erővel voltak jelen ezek az emberek ott Jeruzsálemben. Egymás között megjegyzik, látjátok, nem sikerült elérni az eddigi tervet, hát jöhet a B-terv, meg kell majd ölnünk ezt a Jézust. És ha először olvasnánk ezt a jelenetet, azt gondolnánk, hogy Jézus csak sodródik ezekben az eseményekben, hiszen a mindent kézben tartók, azok a korábbeli vallási vezetők, akiknek a keze Rómáig is elnyúlt, hát igazából ők uralkodnak. De olyan jó látni a Passió történetben, hogy Jézus a jelen fölött is úr. Ismeri ezeknek a farizeusoknak, Kajafásnak is a gondolatait. Pontosan tudja, hogy mit mértesz. És benne van ebben a jelenetben az is, hogy Jézus a jövő felett is uralkodik. Olyasmit is tesz, amit a jelenben talán nem is értenek a tanítványok, erre szeretnénk visszatérni majd, de később meg fogják érteni. A jövő felett is uralkodik, hiszen üzen a jövőnek is. Olyan jó látni a virágvasárnap Jeruzsálembe bevonuló tömeg közepén Jézus úgy látni, mint akit lehet, hogy sokan félreértettek, de aki ezzel együtt igazi úr, múlt, jelen és jövő ura. Az én életem, a tiéd, a mi életünk ura. Kézben tartja a dolgokat. Bízhatunk benne, megnyugodhatunk ebben. Egy érdekességet hadd jegyezzek meg, talán többeknek feltűnt a szövegben a 16. vers. Azt mondja János evangélista, tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy ez történt vele, ami meg volt írva. Nagyon érdekes János evangélista őszinte megjegyzése, hogy akkor ott, a mostban, a mában nem értették Jézus, de a holnapban, a később elkövetkező napokban, tudnék húsvét után, meg amikor Jézus kiárasztotta a lelkét pünköskor, megértették, összerakták az eseményeket. Gyakori jelenség ez. A hívő ember néha utólag visszanézve az elmúlt napokra érti meg, hogy Isten mit tett akkor. De fontos ott lenni, akkor is a mában, még ha nem is értünk mindent Jézussal. Azon gondolkoztam, hogy a tanítványoknak ezt a fajta homályos látását, hogy nem értik most ezt a jelenetet, nyilván Jézus tudta. De nem rótta fel nekik. Tudta jól, hogy majd eljön az idő, a jövőben egy nap, amikor visszatekintve pontosan meg fogják érteni. Jézus nem rótta fel a tanítványainak, hogy a mában nem értenek mindent, csak egy valamit kér tőlük, legyenek ott mellette. És ha ott vannak mellette, ha ráfigyelnek, követik, akkor lesz mire visszaemlékezni. És akkor érteni fogják azt, hogy mit tett Isten értük. Utólag legalább, de érteni fogják. Tudom, furcsa most ez a párhuzam, de eszembe jutott a Bergen D1-es 70-es évek elején élő slágere, valami ilyesmi volt a címe, Ma lesz a holnap tegnapja. Kicsit szabadon átfordítva ezt az igazságot, hadd mondjam így. Ez a történet eszembe jutottja, hogy ma van a holnap tegnapja. Meggyőződésem szerint ebben a furcsa történelmi léptékű, sokszor érthetetlennek tűnő mában tesz velünk, akar tenni velünk Isten olyan dolgokat, amit valószínűleg majd utólag visszanézve fogunk megérteni. De ahhoz, hogy erre legyen esélyünk, ahhoz ma Jézusra kell figyelnünk, ott kell lennünk mellette. Ott kell baktatnunk mellette, mint Jánosék ott abban a tömegben, jó lehet, homályosan látottak és értettek. Gondoljunk erre, testvérek, ma ebben a kicsit homályos, zűrzavaros mában van a holnap tegnapja, hogy értsük majd visszatekintve Isten jelenlétét és csodáit. Most nagyon kell figyelnünk,
erre a királyra, Jézusra. És egy záró megjegyzés. Talán sokaknak feltűnt, akik az útmutatót figyelik, hogy a lekció, amely felcsendült János evangélium a 4. fejezetéből, nem a mai kiért lekció. Azért választottam mégis kísérő igeként a mai igehirdetési alapigéhez, mert egyfajta kontraszt, bizonyos értelemben az ellentéte a jeruzsálemi bevonulási jelenetnek. Jeruzsálemet látjuk, a nagyvárost, ahogy nyüzsög, ahogy több ezer, több tízezer, lehet, hogy százezer ember van ott Jézus körül. A lekcióban Jézus a samáriai asszonnyal találkozik, csak ketten vannak, kihalt a vidék. De ugyanaz történik. Tudnélék, a királyok királya találkozik azzal, aki hisz benne, és aki várja őt. Azt hiszem, most ezt az időt érjük. Azt hiszem, hogy Isten most azt szeretné, hogy ne a zsúfolásig megtelt templom épületben, ne a tömegben, hanem csak a személyes, négy szem közti találkozásban. Találkozzunk vele, és ünnepeljük őt. Azt hiszem, hogy ma nem kőből épített, bármennyire szeretett, számunkra kedves, de kőből, téglából épített templomainkban akar találkozni velünk, hanem mivel az Isten lélek, és őt igazságban és lélekben kell imádni, az idei virágvasárnap és nagy héten és húsvétkor, azt hiszem, ami otthonainkat akarja, a vele való négy szem közti találkozásban az otthonainkat akarja templommá szentelni. Olyan jó ezt tudni, még ha furcsa is, de fontos igazság. Jézus nem is az őt félreértő, hamisan zászlót, pálmaágat lengető, hanem az igaz hittel, királyként őt fogadókat szerette, pontosabban mindenkire szeretettel nézett, de nekik tudott igazán örülni, ő hozzájuk tudott megérkezni. De ne ez a tömeghez akarjunk csatlakozni, az őt félreértőkhöz, hanem ha kell, akkor a samári asszonnyal együtt, csak úgy négy szem közt, az őt igazán értő, igaz királyként fogadót, így várjuk. Mert végül is ez a célja, ő a szívünk királya, és nem tömegbe, nagyvárosba, hanem hozzánk akar érkezni. Most csendesedjünk el, és a orgona szó által kísért csendben vigyük Isten színe elé mindazt, ami a szívünkön van. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Urunk, hálával köszönjük, hogy életünk minden szokásos és minden szokatlan helyzetét, állapotát a te kenyelmedbe ajánlhatjuk. Így hozzuk színed elé imádságban saját életünket, szeretteinket, családjainkat, közösségeinket, egész drága népünket, Európánkat, a világot. Könyörülj rajtunk, és ezekben a történelmi, sorsfordító időkben segíts mindazoknak, akik a világon terjedő betegséggel szemben küzdenek. Segíts azoknak, akik a betegségben szenvednek. Könyörülj azokon, akik halálos ágyukon fekszenek. Könyörülj a gyászolókon. Ha lehetséges, akaratod szerint ad, hogy minél többünket elkerülhessen a betegség. Kérünk azokért, akik most életükben, munkájukban veszélyeztetettek, gondviselő szereteteddel, embertársi, testvéri szeretettel segíts, hogy megtaláljuk őket. Kérünk, ölej körül mindnyájunkat. Drága Urunk, szeretnénk az alkalmat megragadni és kérni. Áld meg Kajfer János bácsi szeretteit, aki 9 évvel ezelőtt hunyt el. Áld meg az ő emlékét, köszönjük mindazt, amit rajta keresztül adtál. Áld meg az ő rámlékezőket. Légy velünk a nagyheti ünnepek során, ha még oly furcsán is
vagyunk kénytelenek ünnepelni, tedd áldássá majd. Ha lehet, add, hogy megértsük most a jelenbe, de mindenképp majd a holnapban, hogy mi a célod ezekkel a napokkal. Így készíts húsvét drága várt ünnepét mindnyájunk szívében és közöttünk. Áld meg, kérünk, mindazokat, akikre vezetésünket bíztad, adj bölcsességet. Így kérünk közösségeinkért, városunkért, népünkért, az egész világért. Hallgass meg minket, amikor most a közös fohásszal is így fordulunk feléd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mielőtt vennénk az áldást, a hirdetéseket hadd mondjam el röviden. Egyfelől hadd hirdessem minden kedves tévénézőnek és az interneten az istentiszteleteket követőknek, hogy a nagy hét is majd az ünnep során a rádióban, a televízióban, az interneten is sok közösség keresztény gyülekezetnek az alkalma lesz majd látható, éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Amik is Szekszárd evangélikus közösségünk tagjait is hadd hívjam, hogy a szokásos időkben, hogy telepedjünk majd a képernyők elé, hogy lélekben úgy egyszerre ízlelgetve majd az énekeket és az ige szavait, hogy lélekben mégis egységünk legyen. Így hirdetem, hogy a nagy héten majd nagy csütörtökön 17 órakor lesz az interneten elérhető a nagy csütörtöki istentiszteletünk. Nagy pénteken szintén 17 órakor lélekben együtt lehetünk és így figyelhetünk Isten igéjére. Az ünnep első és második napján is a szokásos időben délelőtt 10 órakor lesz majd istentiszteletünk. És végezetül vegyük az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd és adjon neked békességet. Befejezésül újra online kántorainkat hívjuk segítségül a közel zenekart Huszárik Zsolt vezetésével, és az énekes könyvünk 573-as számú énekét énekelhetjük, hogy a képernyőre is figyelve, 573-as számú ének, rád bízom, rád bízom. A nehéz napokat rád bízom, rád bízom, rád bízom a fényes napokat is. Sorsom legyen a te kezedben, biztos helye van a féltő szívedben. Ezért hát rád bízom a nehéz napokat rád bízom, rád bízom a fényes napokat is. Ha volna mitől is, nem félek, nem félek, nem félek, de kérem az erődet. Támaszt keresek az erődben, vigaszt a szomorú nehéz időkben. Ha leszek, nem félek, nem félek, ha volna mitől is, nem félek, nem félek, nem félek, de kérem az erődet. Reménység, reménység, a holnap felől is reménység, 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 megtartva jön a kétség. Fény lesz ott, ahol a sötétség, élet ott, ahol a reménytelenség. Ezért hát reménység, reménység, a holnap felől is reménység, 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 megtartva jön a kétség. Erős vár a mi Istenünk, viszontlátásra!